Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Szilasligeten. Örülök, hogy összegyűltünk ma este. Kezdjük a darma beszédet, ahogy szoktuk, az Om Nám mantrával közösen hétszer. Ezen egyik sarkalatos tanítása így szól, ha át akarsz jutni ezen a kapun, ne engedj a gondolatnak. Mit jelenthet ez? Itt mögöttem van egy ajtó. Ezen az ajtón át lehet jutnod. Oda mész, kinyitod, átlépsz, és be is szoktuk csukni magunk után. Miféle kapuról lehet Hát szó a zenben, ahol nem gondolkodva jutunk át. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Nincs én, nincs más, nincs élet, nincs halál, nincsenek kettősségek, nincsenek dualitások, nincs szenvedés és megvilágosodás sem. Az átjutás az azért ennyire fontos, mert az ember ebben a földi létben mindig keres valamit. Néha nem tudjuk, hogy mit keresünk, csak keressük. Néha azt sem tudjuk, hogy miért nem vagyunk békében, akár önmagunkkal, akár a világgal, akár a másik emberrel. Amíg a keresésnek a tárgyát nem tisztázzuk le, addig nem tudunk átlépni a kapun. És ez a keresés, ez mindaddig folytatódik, amíg az ember lelke ki nem egészül. Mikor egészülsz ki? A csepp akkor nyeri el önmagát, hogyha visszatért az óceánba. Megérzi, hogy ő valójában az egész óceánból jött. A cseppsége kiegészül óceánsággá, anélkül, hogy a cseppségét elvesztené. De nagyon más az a tudat, ahol az énség egy pici egóburokban azt érzi, hogy ő egyedül van, és a világ hatalmasan, az emberek tömegesen, nagyrészt ellene, vagy tőle elkülönülten működnek. Hogyha átjutunk a nem kettősség kapuján, akkor az énségünk fel tud oldódni egy nagyobb egészben. Ezt az egészet nem tudhatónak szoktuk mondani, vagy önvalónak, vagy egy olyan állapotnak, ahol te nem vagy leválasztódva az univerzumról. Mi választ le? Azok a hamis azonosulások választanak le, amelyek az elkülönült énség illúzióját keltik. Nézd meg azt, hogy egy palacsinta mikor jó hanem csomós. Aztán megtöltheted bármivel. De az énség olyan a világban, mint a csomóka palacsinta tésztában. Nem vagyunk elkeverve. Ezért a szenvedés szépen a kanállal odanyom minket a lábas oldalához, és elkezdi trájbolni a házi asszony. Elkezdjük a traumáinkat szépen őrölni. Elkezdünk a másikkal súrlódni. És amíg nem megyünk át a nem én kapuján, ami azt jelenti, hogy eredetileg az egó burok nem létezik, addig mindig azt hisszük, hogy köztünk és a világ, köztünk és a másik ember között fundamentális, abszolút kibékíthetetlen ellentétek vannak. Mondok egy pár olyan mondatot, amelyet szerintem mindenki ebben a teremben ismer, és pontosan ennek a gondolkodásnak a fémjelző mondatai. Menjünk vissza Arisztotelészig. A egyenlő A, B egyenlő B. A nem egyenlő B, B nem egyenlő A. És ezt elkezdtük az istenérvektől kezdve az emberképig alkalmazni a világra. Ez egy úgynevezett megosztó abstrakció. Mi következett ebből? Az, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Hogy ami fekete, az biztos, hogy nem fehér, semmilyen állapotában sem. Nincs átmenet. Nincs középút. Ne bízz senkiben. Ne beszélj idegenekkel. Az élet veszélyes. A világ kiszámíthatatlan. Ezek mind ebből származnak. Tehát nem a megismerés... Nem a tükrözés és nem a helyes együttműködés alapján születtek ezek a mondatok. Mégis a társadalmunkat teljesen aláhúzzák, és a személyiségünket gyakran meghatározzák ezek a kijelentések, amelyeket mi úgy veszünk, hogy ezek abszolútak, és nem tudunk rajta változtatni. Ezek nagyon erős duális képzeteket adnak. És amíg ezeket az elkülönültséget eredményező, az egókérget megszilárdító, nézeteket fel nem oldjuk, addig mindig ellentétekben leszünk. Honnan veszed ezt észre? Onnan, hogy az ellentétek energiát vesznek el tőled. Ha hát gyengülsz. Minél több érzelmi, gondolati ellentétet kell belül forgatnod, hogy valahogy tudj működni, valahogy tudj jelen lenni, annál gyengébb leszel. Ezért a taoisták azt mondták, hogy tér vissza a nem mozdulóhoz, a nem cselekvőhöz, a nem megnyilvánulóhoz, és akkor visszatérsz az eredeti természet útjára. Ez az eredeti természet a taoista szóhasználatban ugyanaz, mint az önvaló, ha nem kettősségre vagy advaita utakra jellemző gondolkodásmódban. És az a kapu, amin át lehet menni, az a saját tudatunkban van. Itt a titok az, hogy nem kell menni sehová. Csak nem kell kiindulni és széthasadni. Nem kell ragaszkodni az érzékszervi tárgyakhoz. Nem kell azonosulni a képzetekkel. Nem kell létrehozni az elkülönült énség képzetét. Ekkor érzed azt, hogy ha jársz az úton, hogy határaid ugyan vannak, hiszen a csepp sosem lesz az óceán. A csepp az mindig csepp lesz. De korlátaid nincsenek. Mert az óceánt megtapasztaltad, hiszen visszaértél bele. Az elmének három alapvető funkciót tulajdonítanak a keletiek. Az első, a manasz olyan, mint egy kompjúter. Nullák, egyek, jobbra vagy balra. Ez, ami belül állandóan dönt. Piros, megállok, zöld, indulok. Ez nagyon egyszerű folyamat. Enélkül nem tudnánk rendesen működni. Minél gyorsabb a kompjútered, a manasz annál akadálytalanabbul működik. Ezen van egy másik, Duális funkció, ezt ahamkárának hívják. Ekkor alakul ki a minősítés, az önkép, az elkülönült énség képzete. Tehát a manasz feldolgozza rögtön, hogy ez egy közepes hosszúságú barna fából készült bot. Az aham azt mondja, hogy ez nem én vagyok, ezt csak megfogtam. Az énnel való viszony is az ahamkárában alakul ki. Tehát, hogyha valaki meg akarna ütni a bottal, elugranál, el, mert ez rám veszélyes, az én énségemre veszélyes. Az énségem testből, lélekből, valamiféle tudatból áll, tehát ha vele ugye, konfliktusba kerül a bot, akkor betörik a homlokom. Vagy valaki összetöri a szívemet, mert csalódást okozott. Az, az a bot nem fából van. Ahogy az ahamkára egyre jobban termeli az ént, úgy egyre inkább elkülönülünk a világtól. Ezt az édenkerti mítosz mutatja meg a legjobban. Tehát amikor az aham megteremtette az énséget, akkor rájött Ádám és Éva, hogy hm, hm, el kéne menni öltözködni. A kígyó addigra már eltűnt. A kígyó az a duális tudás. És nagyon sok fáról lehettünk volna, de miért a homlok csak ránk kinyílt, a duális tudás fájáról lettünk, a jó és gonosz tudásának a fájáról, melynek következtében elindult az én csinálás. Elindult az ahamkárának a működése, és létrehozta az elkülönült önképet én a világ ellen, ugye? Ezért van akkora ereje egy Robinson crusoe vagy bárki egyénnek, aki a világgal szembe megy, a valószínűségekkel szembe megy, és meghalad, megcáfol mindent, és valahol úgy tűnik, hogy a törvények fölött áll. Hát van egy jó hírem, meg egy rossz. Az íratlan törvény fölött senki nem áll. Ez az íratlan törvény a darma. Ez az, ahogy a jelenségek működnek belül is, kívül is. Bennem is, másokban is, bennetek is. Rossz hír az, hogy ezt nagyon kevesen fogadják el, vagy ismerik. A darmának van egy írott változata, amely körülbelül úgy viszonyul az egészhez, mint ahogy a háló a tengerhez. Tehát a hálóval tudsz halat fogni, a helyes gondolkodással, ami a világ törvényét tükrözi, tudsz tanulságokat levonni, de a tengert nem tudod kifogni. Hálóval a tengert még soha nem fogták ki, csak a logikus halakat. És amikor a darmát nem ismeri az én, akkor azt hiszi, hogy ő vagy törvényen fölül áll, vagy minden törvény őt sújtja. A törvényen fölül állás képzete az elkövetővé válás, a minden törvény által sújtottság állapota az az áldozattá válás. És hogyha megnézed, minden pillanatban te döntesz, hogy az éned, a szerinted a törvényben van, ez a középút, vagy a törvények fölött van, narcizmus előszobája, vagy a törvények által állandóan sújtott én szerencsétlen, mindig rossz helyen, rossz időben. Tehát ez az én képzett, ez minősíti magát, minősíti a másik embert, minősíti a társadalmat, minősíti a saját családtagjait, minősíti a párját, és minősíti önmagát. Aztán kiderül, hogy ez nem csak hogy hamis, korlátozott, hanem nagyon szenvedésteli is. Ez az én képzet, ez a nekem mindig igazam van, vagy nekem sosincs igazam, ez ugyanolyan probléma, nem ismeri fel a helyzetet, hogy tényleg milyen helyzetben vagyunk, nem ismeri fel a helyes kapcsolódást, mindig alá vagy fölé rendeltségben, vagy egy kényszerű egyenlősségben gondolkodik, és ezért nem is tudunk együttműködni helyesen. És ez mind az én képzetben dől el. Az ahamkára csinálja az emlékeid, az elmeműködése, az érzékszervi hatások, a múlt, a jelen és a jövő képzetei, és az azonosulások nyomán, hogy Ezekkel a képzetekkel te mennyire azonosulsz. Az éned nem más, mint ezeknek az azonosulásoknak a gyűjteménye. Ebből jóha 5% tudatos. Egyes pszichológusok tizet mondanak, de szerintem nagyon optimista és nagyon humáncentrikus, mert hogyha 10% tudatos lenne, akkor nem csinálnánk ezt a világgal, meg egymással, meg magunkkal az nem tűnt föl, hogy minden ember jó ember? Senki nem mondja magáról, hogy én rossz ember vagyok. Hogy mindenki jót akar? Hogy minden társadalom a boldogság, a jó életszínvonal és ilyesmi elérésére törekszik? Akkor miért nézünk így ki? Hol van a hiba? Hát valójában az én képben van a hiba. Amíg az én képet meg nem ismerem, és meg nem haladom, addig nem tudok fejlődni. Sőt, addig gátlom a másikat is a fejlődésben, mert hát maradjunk együtt a nyomorban. Együtt bugyborékolunk a mocsárban. Nehogy kiengedjük egymást a pokolból, mert itt legalább együtt égünk és sercegünk az olajban. És ez olyan jó. Gondoljuk mi? Aztán egyszer csak eltelik az élet, és visszanéz rá a kapuban, és rájössz, hogy a nagy része hiába való volt, egyszerűen azért, mert félelemben élted le. És a félelem az, az akadályoztatásból származik. Minél több akadály van valakiben, annál több akadályt teremt mások számára is. Ezt megfigyelted? A félelem alapú döntések mindig haragot, agressziót, korlátozottságot és egyebet hoznak, mert nem merünk megismerkedni az ok és okozat valódi működésével. Nem merünk megismerkedni a mi valódi működésünkkel. És amikor a darmát, a tényleges törvényt, nem pedig valami ideológiát, elgondolást, abstrakciót, dogmát tanulmányozunk, akkor eljutunk valami olyasféle tapasztalathoz, hogy eredetileg ez az én, ez nincs. Ezt a manasz és az ahamkára, illetve az alatta lévő funkciók, az érzékszervi tapasztalás, ez hozza létre. Az érzékszervek, csak hogy még több szanszkritot tanulj, az az indria, ebben benne van a gondolkodás is. A gondolkodás ez az agyhoz köthető érzékelés, ez még azelőtt kialakul, hogy fogalmaid lennének. Aki gyereket nevelt, az tudja, vagy aki nagyon jól látja a fejlődés lélektant. Tehát egy másfél éves, húsz hónapos pontosan érzi, hogy mit gondolsz, de még beszélni nem tud. Fogalmi gondolkodása nincs. De megmondod neki, hogy légy szíves, csukd be az ajtót, és te ezt meg is csináltad korábban, be fogja csukni. De nem tudná visszamondani, nem tudja értelmezni, még nincs szintaxis, még nincs fogalom. De gondolkodás már van. ez az a primér intuíció, amihez vissza tudunk jutni. Tehát az én kép nélküli, a fogalmisság nélküli gondolkodáshoz vissza tudunk jutni. Erről beszélt Jézusunk az evangéliumban. Tessék megnézni. Az érzékszervi hatásoknak a megcímzője az a sima vizsnána, azért mert lesz egy nagyobb vizsnána is. A vizsnána az a fogalomalkotó tudat ott ez a barna tapintható, kemény valami, ott nyeri el azt, hogy bot. A manasz eldönti, hogy hosszú, rövid, jó, rossz. Az aham azt mondja, hogy én ezt csináltam, vagy nem csináltam, én faragtam, vagy sem, rám veszélyes, vagy sem, akarom, vagy sem, odadom neked, vagy sem. Ha irigy vagyok, akkor magamon van a hangsúly, akkor csak az én botom, az enyém, a drága szágom, ugye? Megvan? hogyha nagyon filantróp vagyok, akkor mindenkinek állandóan odadom, és nekem nem marad. Ez a, nekem nem. Semmit. Az ugyanolyan hiba, mint a nekem mindent, és csak nekem. Oké? Okay? És mi történik? Átmegy az egész az emlékbe, az az állaja a tárház tudat. Hát amit a manasz megcímez, az én pedig énesít, az bemegy az emlékek közé. És ez az az archetipikus valóság, ami megszületik velünk, ezt hívják tudattalannak. Okay? A tudattalan 95%-ban tényleg tudattalan, ami a felszín, az az 5%, ami a vízimalomnak a kerék része, ami beleér a vízbe. Az összes többi az ott szépen forog a szárazon. Hogy lehet ezt megfelelően meglátni? Az emberiség egyik nagy hibája, hogy saját magát azonosítja ezzel az egész érzékszervi valósággal, ami köztünk van. Ami ez a világ. Ez azt jelenti, hogy a malomkereket és a vizet nem tudjuk elkülöníteni. Ez nagyon nagy hiba. Miért? Mert akkor nem látjuk meg, hogy a tengeje a malomkeréknek micsoda. Egy normális autóban vagy járműben van egy fémtengely, szekereknél fatengely, kicsi a játékautóknál műanyag tengely Te mi körül forogsz? A te éned milyen minőségek körül forog? A tibetiben van egy olyan, hogy kála csakra az időkereke. Ott van a hat keletkezett világ, emberek és állatok, ezt látjuk szabad szemmel, aztán, hogyha kinyílik egy kicsit a transzcendens látásod, látod a fölötte lévő hullámhosszakat, félisteneknek, isteneknek nevezik, illetve az alatta lévő hullámhosszakat, démonok és pokollakok. Ezt fogjuk föl úgy, mint mondjuk a látható fény, ugye? Ultra és infra. Ember és állat. Néha úgy közte vagyunk. Aztán az ultra fölött van a transzcendensnek a szebbik része, és az infra alatt a transzcendensnek a keményebbi, kicsit szenvedéstelibb része. És ez hat keletkezett világ, és ez forog körbe-körbe a születés és halál folyamatában, a köztes lét folyamatában. És a tengeje három minőséget tartalmaz, így a mi körforgásunk is. A három minőség három állat által szimbolizált. Az első a kígyó. Azért érdekes, mert ugyanaz a kígyó, mint az édenkerti kígyócska, amelyik ott adta a gyümölcsöt, és itt Ádámnak itt ilyen csutkája lett tőle. Ugye? Na ez a kígyó, ez a téves nézet. Nem csak a duális tudás, hanem az a hamis azonosulás, amitől én azt hiszem, hogy jó vagy rossz vagyok. Hogy eredendően bűnös vagyok, vagy eredendően bűntelen vagyok. Ez a téves nézet, Kétféle reakciónak ad lehetőséget. Az egyik a disznó, a kapzsiság, kezeletlen vágy, a másik a kakas. Nem csak büszke, hanem dühös. Tehát a hamis önkép az rengeteg kapzsiságnak és haragnak a életet. Fordítva, ha azt látod, hogy egy társadalom, egy család, egy pár vagy egy egyén, Rengeteg haragot és kabzsiságot termel, ott az önkép nincs rendben. Értjük? És mihelyt az önkép rendben van, egyre kevesebb szenvedést termelünk, mert kiegészültünk, felébredtünk, átmentünk a nem gondolkodás vagy nem énség kapuján. Ezért ennyire fontos ez a nyilázáró szerkezet. Ez itt van bent? Oké? Okay? Amikor tapasztaljuk azt az önvalót, amely nem én, nem személy, nem létező, tehát nem lépett be az élet és halál körforgásába, akkor az önvaló tapasztalata egy, egy másféle énélményt hoz. Tehát rájössz, hogy eredetileg ez az énség nincs. Ez egy létrehozott, teremtett valami. Egyszerre jövünk rá a teremtettségünkre és a teremtőségünkre. Ez sincs bennünk egyensúlyban. Az emberek egyrészt azt hiszik, hogy mi már csak olyan kis teremtettek vagyunk, ugye? Úgy meg teremtve, azt én ez vagyok, én ilyen vagyok, én vagyok, aki vagyok, ugye? És a szüleim miatt is, meg mindenki miatt ilyen vagyok, és engem így kell szeretni, elfogadni, pelenkázni, etetni, stb. Érted? Ugye a teremtőségünket nem vesszük tudomásul. Az, hogy minden pillanatban a tudatunkkal létrehozzuk ezt az énséget, ezt nem éljük meg, pedig másodpercenként 24-szer megtörténik, azért tűnik folyamatosnak. Oké? Okay? Az illúzió akkor már olyan folyamatos, hogy mintha valóság lenne? Elhiszed. Ott vetítőd? Érted? A legkeményebb dolgokat csak nevetve lehet kimondani. Ha nem lenne humorérzékünk, akkor a legkeményebb tényekkel nem lehetne szembenézni. Ugye, amikor az önvaló tapasztalata, vagy akár részleges tapasztalás, csak látod egy picit a fényt az alagút végén, semmi többet, akkor az ahamot relativizálja, tehát relatívvá teszi. Önazonos leszel, sőt, még inkább önazonos. Látod a saját teremtő mozdulatodat, ahogy az avatárod megszületik, ahogy a személyiségedet alakítod, beszéddel, tettel, gondolattal, érzelmekkel. Viszont nem hiszed azt, hogy te egy abszolút kis morzsácska vagy, leválasztva az univerzumtól, vagy leválasztva a másik emberek életéről. Belátjuk a kölcsönös függőségünket, belátjuk a mulandóságunkat, belátjuk a tökéletlenségünket. Ez eleinte nagyon kellemetlen. Ez is vagyunk ilyen kevesen, mert én nem ígérgetek itt ilyen izéket, édességeket, hogy mennyország, meg megvilágosodás, meg ilyen, felejtsük el. Itt az van, hogy felébredsz arra, hogy valójában ki vagy. És kész. De ha ez megvan, akkor az önvaló részleges, vagy minél nagyobb arányú tapasztalata az, az én képet úgy átalakítja, hogy te nem tudod elfelejteni azt a tapasztalatot birtokában, hogy ez az énség benned hogy működik, te valójában ki vagy, ki voltál, kivé lehetsz. Na ez a buddhi. Az átalakult aham, a megnemesedett én, ez a buddhi. A buddhi az az önvaló nagykövete az az, ami a nagy, picit benned kicsiben. Ezt hívjuk buddha természetnek. Ez az énnek a nem duális tapasztalása. Nem mondom, hogy része, mert ez nem rész. A buddhi nincs benne, mint entitás ebben a rendszerben. Ez a látónak a megmutatkozása a személyiség szintjén. Már nem hiszed el úgy önmagadat, hogy én csak ez vagyok, és csak ez lehetek, hanem láthatod azt, hogy változhatsz. Látod azt, hogy fejlődhetsz. Az ébredés és a fejlődés egy harmadik által lehetséges, csak ez úgy hívják, hogy segítség. Hogyha segítesz másokon ennek a tapasztalatnak a birtokában, és ez a segítség nagyjából az, hogy segítesz feloldani a téves nézeteket, segítesz orvosolni a harag és kabzsiság által ejtett sebeket, és a gyökeréhez visszamész, visszavezeted a másikat, hogyha ő erre kíváncsi és hagyja. Tehát a zenben, amikor azt mondjuk, hogy miben segíthetek, az nem egy kolcenteres mondat. Az azt jelenti, hogy szeretnél fölébredni? Szeretnél a szobávához, az önvalóhoz, a nem kettősséghez visszatérni? Akkor ebben segítek. És ha ez benned elindult, ha ez benned működni kezd, akkor kevesebbet haragszol, kevésbé vagy kapzsi, kevésbé vagy egoista, belátod, hogy a személyiséged és az egód nem ugyanaz, és a több. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, a képlet nagyon egyszerű, ezt csinálni kell. Pillanatnyi integritás teszt, hogy a gondolataid, az érzelmeid, a tetteid és a szavaid mennyire mennek egy irányba. Mikor van az a pillanat, hogy nem mered kimondani, amit gondolsz? Ahhoz milyen kapcsolat kell? Főnök? Vagy elég a társkapcsolat is, hogy te mágyával így, hogy legyen ez? Tehát mikor sérül az integritásod? Ott már egy hamis önkép van, azon nyomban. Mikor érzed azt, hogy kibékíthetetlen ellentét feszül közted és egy másik ember közt? Lehet, hogy nem voltak diplomaták a szüleid, de valahogy a kommunikációval el lehet ezt indítani. Tehát mi ez bennem, ami a másikat ennyire utálja? Mi ez? Tehát az előbb még normális volt. Most, ha lehetne, ha nem lenne következménye, nyisz. És ne gondold azt, hogy ez benned nem történik meg napjában. Csak jól ott a tudattalamba, ott elfocizgattok vele. Van egy úgynevezett tudat küszöb, és a tudat küszöb fölé a saját önvédelmed, az ahamkárának a testőrei nem engedik fel azokat a gondolatokat, érzelmeket, amelyek a te önképedet károsíthatnák, megváltoztathatnak a rólad alkotott elképzelést. És a meditáció az pont ennek az én alkotónak a felfüggesztése. Minden duális tevékenység felfüggesztése az elmében, hogy az eredeti tudathoz visszatérj, abba az állapotba, ahol eredetileg még nincs én. Ez az, amikor a péksütemény egy mágikus pékségben záráskor nem a kukába vagy egyéb helyre kerül, hanem azt mondja a pék, hogy köszi, ez már holnapra nem lenne friss, menjetek vissza tésztába. Töltelék ki, tészta be, holnap reggel hajnalban háromtól újra kisütlek. Ez az, amikor lebontod a karmádat, és újra alakítod magadat. Ez lehet. De ez csak akkor lehet, hogyha tapasztalod azt, hogy eredetileg ez az énség, ez a személy, ez nincs. És ebből mered újra teremteni magadat, lehetőleg egy V2-es változatban, tanulva a V1 hibáiból. Tehát a meditáció nem más, mint az én alkotás felfüggesztése. Minden technika ezt szolgálja. És ekkora csepp tényleg egyé tud válni az óceánnal akkor az egófalak tényleg le tudnak omlani, de ennek ára van. Ezt meg kell szenvedni, és a szenvedés a változás. A szenvedés a felismerés, hogy én ennek gondoltam magam idáig, és most romokban heverek. Most hozzám se szóljon, senki hazamenni se akarok. Épp, hogy a madarak fűtjét elhiszem. Mert az nem beszél, az csak hallatszik. Tehát ennek ára van. És ebből Következhet minden olyan minőség, ha ezt az árat megfizettük. Tehát a csalódás, az illúzió vesztés árát, amelyet szeretnénk. Tehát egy kicsit a saját poklunkat meg kell járni, hogy a purgatóriumon keresztül egy jobb világot hozzunk létre. És ekkor lesznek azok a minőségek, amelyeket mindenki akar, hogy szeretet, együttérzés, bölcsesség, boldogság. Mondjátok még egyet, hát van egy rakás? Még egyszer? Hála, az egy, az egy komoly tör. Alázattal együtt az egy nehéz történet. Háláról volt szó. Ezek később, mint, a, mint az erjesztett bor, sok év után lesz ez nagyon zamatos. De amikor látod azt, hogy feloldódott az énség, feloldódott a csepp az óceánban, elkevertük a csomót a palacsintatésztában, Visszatértünk egy eredeti, egyszerű, tiszta, harmonikus állapotba. Ez nem ezotéria, ez nem valami különleges ékkő ott a hegy mélyében. Ez bennünk van, mint lehetőség. Ezt hívjuk Buddha természetnek, a felébredés képességének. Ezért szoktam mondani: ha tudsz járni, tudsz táncolni, ha tudsz beszélni, tudsz énekelni, ha ki tudtad mondani azt, hogy én akkor fel is tudsz ébredni ennek az énnek az illúziójából. Úgyhogy, ha ebben segíthetek bárkinek, akkor itt a lehetőség kérdezetek. Az egyik legnehezebb kihívás számomra a szenvedésnek az elfogadása, a mások szenvedésének az elfogadása. Ugye már sok embert láttam, főleg a hozzátartozóim, szülő, gyerek, nagyszülő, és én nagyon szeretnék segíteni, és, és, úgy ott lenni jelen, hogy tudjak segíteni azzal, hogy a középpontomba maradok, de azt a észre, hogy, hogy ez, még, ez még eléggé korlátozott, és ráadásul utána még napokig így a hatása alatt is vagyok, amikor így vannak ilyen találkozások. És ö, ebben szeretnék valami. Szeretnéd, hogy az emberek körülötted boldogok legyenek? Igazából a, a, Persze, hogy szeretném, de mert az, hogy segíteni, tehát az, hogy, hogy úgy legyek ott jelen neki, hogy hogy, abba, hogy tudjam őt támogatni. Azaz. Támogatni, segíteni, igen, hogy igen. legyen boldog. És amikor ez nem működik, azt hogy éled meg? Hát nagyon fáj. Meg, meg, Mi kud, fáj kudarc. benne? Kudarc. Gyönyörűen dolgozol. Mi fáj benne? Hogy boldog is lehetne, Igen. de nem az. Igen. Pedig csak azt kéne csinálnia, amit mondasz. És nem is akarja teszel. választani, szóval ez, így ez így. hogy nem akarja ezt választani, meg, Na, ezt ezt tudod meglátni. Mi? Ez a bóthiszhatva, megfelelési kényszere. Ebbe bele lehet pusztulni. <laughs> hát fájdalmas. Én nagyon kérek, hogy ne pusztulj ebbe bele. Nem akarok. <laughs> de te annyira jó ember vagy. Téged annyira földhözve, hogyha mellettet szenvednek, és buták, lusták, nem csinálják, holott te tudod, hogyha helyesen cselekednének, helyesen beszélnének, stb., akkor nem szenvednének és szenvedtetnének. Na most ez a világ, ez ebből áll össze. Tehát amikor a butha elérte a felébredést, azt mondta, ez lehetetlen, tehát ez annyira egyszerű és annyira tiszta, ezt az emberek nem fogják felfogni. És akkor a mítosz szerint, a Tusita mennyországban ez a legtutibb hely az univerzumban. Ott tényleg minden rendben van. Béke, nincs élet, nincs halál, csak istenségek. Ez egy nagyon-nagyon komoly, magas szintű hely. És innen Brahma a teremtés istene leszállt, és azt mondta, magasztos, kérjük, forgasd meg a tankerekét, mert vannak, akiknek a szemét kevés por fedi. Tehát az feltűnt, hogy az emberiség nagy része nem akar fölébredni, hanem inkább kúszik, mászik, dúl, fúl, kapar, öl, megöletik, stb., de nem fog belül változni, és nem akarja az önképét átalakítani. A nagy részünk ilyen. Éh. Akkor azokhoz beszélj, akik ezt meg akarják hallani. Mit gondolsz, a buddhizmust miért nem térít? A katasztrófa lenne az eredmény. Tehát kényszerből nem lehet megvilágosodni. Az autonómia elvételéből nem lehet szabadságot tanítani. Gondold el. Tehát azokkal társulj, akikben bízol, olyat tégy, amiben okod van hinni, és legyen bátorságod a kettőt végigvinni. És hogyha valaki nem akarja hallani, nem akarja követni, és tudom, hogy nagyon fájdalmas, amikor mondjuk családtag Ingen. az ember akkor ott kell állni a tálcával, a kötszerrel, az étellel, az itallal, amiközben ő éhezik, szomjazik, és a falba veri a fejét. És nem hajlandó, sőt, nem, hogy nem vesz a tálcádról, még ki is veri a kezedből. Hogy jössz te az, hogy oda teszed elé, hogy tessék itt a lehetőség? Miért emlékeztetette őt arra, aki lehetne, csak dolgozni kéne érte, és belül változni, fejlődni és ébredni? Ez a legnagyobb irritáció azoknak, akik az egó kérgen belül akarnak maradni, úgy, hogy a világ ezt szolgálja ki. Feltétel nélkül fogadja el. És ilyenkor mosolyogva azt kell mondani, hogy nem. Tehát nem leszek sem az áldozatod, és nem leszek feléd elkövető sem. Itt a lehetőség. Ha kérsz segítséget, kapsz. Ha nem kérsz segítséget, nem kapsz. Akkor is, ha ott hal meg melletted, és ezt tudom, hogy nagyon nehéz. Nekem is volt ilyen. Oké? Okay? Ehhez kell a center. Ezért kell gyakorolni, hogy ezt elbírd. Mm. És akkor is bíz magadban, hogyha egy adott embernek te nem tudsz segíteni, pedig szeretnél. Jó? Köszönöm. Szívesen. Mester és tanítványa viszonyáról szeretnék kérdezni. Problémás. Igen. Amikor a tanítvány azt tapasztalja, hogy a mestere, hogy mondjam, félelmet sugal magából, Ez minek véje tükrözi őt, vagy tanításnak véje, mit kezdjen ezzel? Ez a mester mit tanít? Buddhizmust. Szerinted? Az akadálytól mentes tudat, amelyben nincs félelem, az tanítható a félelem által? Nem. De. Milyen esetben? Nem tudom. Ha a tanítvány nem látja a saját félelmét. Tehát, hogyha a tanító a sajátját vetíti rá a tanítványra, alaphiba, maradványkormából dolgozik. Ha a tanítónak nincs, és rávetíti a tanítványra azt, hogy neked viszont van, tehát tükrözi, akkor helyesen járt el. De ez még így is csak 50%, mert utána meg kell mutatni a félelem nélküli állapotot. Az első esetben, ha a saját maradványkormáját vetíti rá a tanítványra, akkor erre képtelen, mert nem tud tőle megszabadulni csak így. De ha ő eredetileg szabad, és egy módszertani, szempontból létrehozott félelmet rávetít a tanítványra, csak hogy láttasson, érzékeltessen, mihelyt eltűnt a felhő, azon nyomban süt a nap. Azon nyomban félelemmentes az egész. Más érzelmekkel is így van. De ha a tanító azonosul velük, ragaszkodik hozzájuk, akkor nem tud kijönni belőle, nem tudja félretenni. Érted? Tehát nem jel. az a kérdés, hogy félelmet keltette vagy sem, miért csinálta, és hogy ez a sajátja volt-e, vagy a tied. Ezt el tudtad dönteni? Vagy akkor, vagy most? Ezen gondolkodom egy ideje, hogy az övé vagy az enyém. Ha gondolkodni kell rajta, az nem volt tiszta. Tehát először néznek, hogy benned mi van. Nálunk, ugye képzeljétek el, hogy Ázsiában ezt a módszert, amit én itt elmondtam, nagyon komoly kognitív háttérrel és egy picike praktikus meditációs instrukcióval, ezt Ázsiában így nem tanítják. Főleg a szerzeteseknek nem. Ott az van, hogy elkezdik az akaratodat tesztelni. Akkor te bekerülsz a kolostorba, a legnehezebb munkákat kapod novíciusként, a legpiszkosabbakat, a legnehezebbeket, keveset alszol, keveset eszel, és ha ezt te abszolválod, akkor elég erős vagy ahhoz, hogy a többit kibírd. És akkor rájössz, hogy amit neked fizikailag energetikailag meg kellett csinálni, az sokkal kevésbé volt nehéz vagy elviselhetetlen, mint amit belül lelkileg látni kell később, amikor ülsz a párnán. Tehát itt a tanítónak óriási szerepe van, hogy ő merre vezet téged. Irányvétel, irányvétel, irányvétel. A nagymester mindig ezt mondta hogyha egy kicsikét kibontam, akkor motiváció, múlt, szándék, jelen, célképzet, jövő. És hogyha ez a célképzet világos, akkor tudod, hogy miért csinálja. És akkor bízol benne. Igazából, hogyha nem bízol a tanítóban, akkor ne légy vele. Ha bízol, akkor lásd meg, hogy ő miért csinálta ezt, hogy pontosan ebben mi a tanítás. És akkor rájössz, hogy mindent lehet tanításra használni. Ezt kint úgy mondtuk, hogy mindegy, hogy angyal vagy démon, de aki visszahoz ebbe a pillanatba, az a tanítód. Oké. Okay. Köszönöm. Egy szívesen. Egyéb kérdés. Nekem az lenne a kérdésem ugyanezzel a tanítóval kapcsolatban, hogyha, hogyha én nekem ez már sok, ez a, sok félelem, amit átad, hogyan tudok tőle elköszönni? Két nagyon fontos mondat van, az egyik a hála. Nagyon szépen köszönöm a tanítást. Megtanítottál arra, hogy én nem szeretek félni. Viszont úgy érzem, hogy félelemmel tanítanál tovább, ezért elköszönök. És ha nem merem ezt neki megmondani. Akkor tényleg félsz, akkor még van tanulni való tőle? Akkor ott leszel. De nem érzem ott magam jól. Még nem érte el a kritikus tömeget ez a rossz érzés. Erre mondta a hogy akkor még több szenvedés kell. Mikor jársz ki egy osztályt? Hogyha az összes tárgyból szépen legalább elégségesed van, akkor lépsz egy másik felsőbb osztályba. Amíg állandóan buksz magad előtt, addig nem, Ne félsz. Én azt érzem, hogy az ő félelmét vetítik ki a, a szangára. Ezek szerint sikeresen, mert mind a ketten Igen. kérdeztek erre. Igen. Vagy mi látjuk rosszul? Nem tudom, mi a válasz. Én sem. Nézd magadba. Egyrészt már egy picit az etika határát súrolom, amikor így ismeretlenül is deminősítek valakit, ezért sem akarom tudni sem a nevét, sem a hagyományvonalat, ezért még ugye karcolja, ott vagy picit serceg a történet, de ezt még elmondhatónak tartom úgy, hogy ne kelljen magamat később felelősségre, hogy ugyan már, hogy mehettem bele ítéletalkotó színezetű gondolkodásba. Itt egy tényfeltárásról, vagy éppen módszertanról van szó. Meg kell nézned, hogy az hova vezet téged. Átvezet a saját poklodon, vagy pedig csak még mélyebbre mész benne. Ugyanaz, mint a párodnál bízol a tanítóban, ha nem bízol benne, menjél el? És akkor máshol fogod a bátorságot megtanulni, illetve extrém sportban. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Mióta gyakorlok az emberekre néha ráhagyom a véleményüket, illetve hogyha, hogyha vitába kell szállni, akkor el szoktam engedni. Csak Én néha? Le elég sűrűn. Mikor van helye a vitának? Akkor, hogyha nem akarod, hogy igazad legyen. Ha másikért vitatkozol. Ha azt akarod, hogy igazad legyen, akkor engedd el. Ha másikért vitatkozol, az jó. Ezt Szókratész csinálta elképesztően jól. Nem tűnt vitának, de utálták egy idő után a beszélgető partnerei. Mondj légy szíves nekem egy kijelentést, bármit. Egy egy egymondatosat. Jó. Abban a szürke ruhában vagy, amit a panni lebüffentett. Jól értem? Azt mondod, hogy abban a szürke ruhában vagyok, amit a panni lebüffentett? Jól érted. Köszönöm. Akkor... Én azt mondom erre, hogy én örülök, hogy abban a szürke ruhában lehetek, amit a panni lebüffentett. Én is örülök. Ebből mit értettél meg? Egyetértést. Egyetértés. Nem értettem Egyetértés. veled egyet. Én azt mondtam, hogy én boldog vagyok, hogy abban a ruhában lehetek, amit a panni lebüffentett. Ebből mit értettél meg? Hogy az így neked rendben van. Nem mondtam, hogy rendben van. Boldog vagy. Nem vagyok boldog. <laughs> Én azt mondtam, hogy nekem rendben van, hogy abban a ruhában lehetek, amit a panni lebüffentett. Ebből mit értettél meg? <laughs> Látod? Ezért idegesítő. Tehát mi helyt az elme átfogalmazza, interpretálja, rendereli, meghaladja, alulmúlja, abban a pillanatban kire, ki kimentünk a valóság tengejéből. Oké? Okay? És ha semmi más nem csinálsz, csak rájössz, hogy... A másik valójában nem érti, amit mondasz. Akkor nincs mi vitatkozni. Te igyekszel megérteni, de kimutatod, hogy bocsánat, lehet, hogy nem értettem jól, amit mondtál. Hát, hogy minden energia kimegy a vitából. És hogyha tisztázzuk a félreértéseket, akkor tényleg nincs vita. Oké? Okay? Nézd ezt meg. Én ezt kipróbáltam egyszer-kétszer, ilyen hozzám közeli kapcsolatokon a negyedik, ötödik ilyen visszatükrözésnél vagy üvöltve kiment, és engem ott hagyott, elege volt, robbant fölfelé, hogy azt mondja, hm, hm, hát tényleg nem értem. Te se? Jó, köszönöm szépen, én tényleg nem. De hogy te sem, ennek én örülök. Te sem érted? Én sem értem. Te sem tudod? Én sem tudom. Ebben a nem tudomban, ebben meg lehet nyugodni. Ha tudjuk, biztos, hogy másképp tudjuk. Te másképp tudod, mint én. De ez a nem tudom, ez egy nagyon jó találkozás. Akkor majhatunk te. Szép csendben, nem kell ezt túlspirázni. Zenszerzetesek is szoktak vitatkozni? Nagyon. Nagyon. Akik még nem gyakoroltak eleget, azok csak vitatkoznak. Egyet tudj, pont ezért született ez a szabály. Egy zenteremnek a teaszobájában mindent lehet, csak nem lehet a darmáról beszélni azonnyomban elindulna a pisilő verseny, hogy ki tudja jobban a buddha Tilos. Ha a fejebb való szenior szerzetes téged kérdez, akkor megmosolyogtatóan helyes, hogyha azt mondod, hogy te ezt nem tudod. Ha egy picit tudod, és egy picit mondod, az rendben van. De ha nagyon jól tudod, az már a társakkal szemben arrogancia. Mert ők nem mondhatták, de te igen. Csak akkor megszólnak. Ez Ázsia. Tehát nézd meg, hogy milyen áron tudod azt, amit tudsz, és hogyan kommunikálod. Segíte ez a másikon, vagy pedig csak azt akarjuk, hogy az egyiknek ilyen hosszabb igazság póznája legyen, mint a másiknak? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyébként ilyen. Családi és párkapcsolati tanácsként kaptam pár évvel ezelőtt, hogy válasz. Azt akarod, hogy igazad legyen, vagy azt akarod, hogy boldogok legyetek? Ez, ez nagyon fontos. És amikor én ráhagyom a drágára, hogy nyugodtan higgye azt, amit, holott én kegyenest az ellenkezőjét gondolom, az azért tölt el engem mélységes nyugalommal, mert hogyha az okozatiság megmutatja, hogy tényleg rosszul gondolta, akkor az nem tőlem jött. Nem velem fog vitatkozni. Esetleg a napsütéssel, vagy az esővel, vagy a földdel, növényekkel, azzal nyugodtan. Ez úgy rendben van, meglátod. Rám ez ugyanígy igaz. Tehát, hogyha én azt érzem, hogy hát én most oda mondtam volna, de várok, hát ha nem nekem van igazam, számtalanszor bebizonyosodott fél perc, öt perc, fél óra, egy de jó, hogy nem nyitottam ki a számat, mert nagyon nagy bakot lőttem volna. És az okozatiság akkor engem tanít. Tehát ezért mondja az zen nagyon sokszor, hogy kinyitod a szádat, hibáztál. Megszólalsz, már valami olyan igazad van, hogy beledőlsz, mint szamurája kardjába. Azok nem dőltek bele, tudom, ott más volt a gesztus. Jó? Ez, ez elég fontos, nézzünk erre rá, mert most így mindenki a véleményét így elképesztően fontosnak tartja, és egymásra is zúdítjuk a véleményeinket, és azt várjuk, hogy a másik visszaigaz, hogy igazad van, én is így gondolom. Te a játszótéren a gyerekek okosabbak ennél. Hátul, tessék. Akkor hogy tanítod a másikat, hogyha, hogyha ráhagysz mindent? Nem mondtam, Szépen hogy mindent ráhagyok. Nem, nem. Én azt mondtam, hogy nem vitatkozom vele. Főleg, hogyha nagyon közeli a kapcsolat. Megfigyelted, hogy a hozzád nagyon közel állók, azok taníthatatlanok? Tehát vagy elsajátítják példából, vagy pedig hiába beszélsz. Ez megvan? És ez a világrendje. Ez, eznek így kell, hogy legyen. Tehát én, amikor hazamegyek, az zenmester megszűnik, én vagyok a férj, meg a gyerekem apja, és ott van mellettem a feleségem, és a gyerekem annyi, és ez egy fantasztikus jó dolog. Ő még mindig azt mondja néha, hogy vidd már ki innen ezt az emmestert. Pedig hidd el, hogy nem görgetem ott a darma kerekét a nappaliban leföl. Tehát nem, marhára nem. a foglalkozunk. Ilyen prózai dolog, hogy mesét olvasok a gyereknek, meg ilyenek. Tehát a távolabbi kapcsolatokat, azokat lehet jobban tanítani. Sőt, ütni. Azért jön oda, hogy ébredjen. Puff. Úgyhogy nem azt mondom, hogy mindent ráhagyok, ez kapcsolatfüggő, hogy kire mit lehet ráhagyni, és kit hogyan lehet felébreszteni. Minél arrogánsabb, annál nagyobbat kap. Egyszerű. És hogyan lehet itt segíteni? Egy hát ezerféleképpen. Attól függ, mi a probléma, és ki áll veled szemben. A Budha nagyon sokféle hasonlatot hozott. De az idevágó most az, amikor a tanítványokról beszélt, hogy hányféle tanítvány van. És azt mondta, hogy van olyan ló, amik a gazdájának már a gondolatára is azt csinálja, amit a gazda elgondolt. Van úgy, hogy kell egy kis csípő, egy kis comb, egy kis térdmozdulat, és akkor arra az apróságra egy lehelet finom már csinálja van, ahol a kis lovagló pálc, egy picikét így meg kell érinteni vele egy a végnyát, és akkor. Van, amiket meg kell sarkantyúzni. Van, amiket meg kell ütni. Ezt ne csináljuk. És régen és véresre is vertek lovakat. Te milyen tanítvány vagy? Miből értesz? Értesz a mester gondolatából? Értesz a szempillantásából? Vagy csak a szavából, vagy a boha megüt? döntsd el. Ezért kell a bizalom. Ha nem bízol benne, akkor ütteted magadat. Uh -huh. Nincs meg a híd. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Ha egy házaspár között a konfliktus úgy, ö, úgy kezelik, hogy mindig párhuzamos beszédet folytatnak, tehát mindenki mondja a sajátját, de sosincs találkozás, akkor itt például, és ez ugye mindenkinél feszültséget, leginkább a feleségnél elég kemény feszültséget tud okozni, és a férj erre mindig annyit mond, hogy jó, akkor nem tudom. Van egy találós kérdésem. Igen. A feleség az te vagy? Igen. Istenem. És hol van a férjed? Hát ő otthon van. Tehát elmentetek egymás mellette, ide, ő oda. Igen, de ő ezt preferálja abszolút, hogy én jövök ide, oda megyek. Tehát, hogy ő Szerintem valami neki. bölcsesség szorult belé, tehát ha ezt látom, akkor... A férjembe? Tessék? A férjembe szorult bölcsesség? Láthatóan igen. Én is így érzem most, És nem rágja a füledet, azért. és nem kell azért, üzeneteket olvasnod most tőle, sem. rendben van. Igen. Tehát azt mondod, hogy párhuzamos csatornák Igen. folynak, és ő azt mondja a sajátján, hogy nem tudja. Nem, amikor már látja, hogy én egy bizonyos szintet elértem, akkor az a válasz, hogy hát akkor ő ezt most így nem tudja. Ő nem zenmestervé? De komolyan én is teszek gondolkozom, mert már én megtiltottam neki, hogy ezt a szót használja otthon. Istenem. Mert mindenre ezt mondja. És igen, tehát ugye sosem akar engem semmiről meggyőzni, viszont én egyre több mindenről, és hát ez nem sikerült igazából. Javaslom, hogy tényleg olvasd el Szókratész életrajzát. A feleségek szantippé volt, három gyerekük volt, és híresen házártos volt, mert Szókratész nagyrészt így működött, ahogy a férjed. Tehát ne légy házárt, ha javasolhatom, mert ez a, ez a nem tudom, ez egy ilyen jó érzés. Hidd el. Ez nem pusztán információ hiány. Én tudom, hogy te ezt annak érzed, de a nem tudom, most minősüljön át a homlok lebenyedben, és így a lelked távolabbi részeiben is. Hogy ez nem információhiány, hanem a téves nézetektől való mentesség. Igen, most már, ahogy mondtad az előbb, én is erre gondoltam, hogy lehet, hogy így kéne ezt így néznem, hogy nem akar vitázni, és ezzel előzi meg az egészet. Tényleg a férjed jön nekem egy sörrel, tehát most annyira a pártját fogom, én nem is értem, hogy letek részre Tehát ilyenkor tessék szíves észrevenni azt a teret, azt a tiszta teret, amit a nem gondolkodó tudat teremt. Tehát hagyom, hogy a tér meg legyen, hagyom, hogy a csend, ami nem egy ilyen lefolytott, mocsátbűzös borzalom a kimondatlanságok miatt, hanem megvan az, hogy nem tudom, én sem tudom, és hirtelen az ég kék. és a fűzöld, és ebben a gyönyörű térben a tükörtudatunk újra elnyerésével tudunk együtt létezni. De hogyha a másik, tehát én például. Én nem tudok ilyen hirtelen ö, megnyugodni, hirtelen. hanem. Hirtelen. Hogy... Hát mióta ahogy... éltek együtt? Hát 22 éve. Hát akkor volt idő rá. Hirtelen. De, A férjed de... mióta mondja, hogy nem tudom? 22 éve. Nem mondom, hogy zenmester. Tehát 22 éve próbálod így nyomkorászni, hogy legyen már valami válasz, és ne csak azt mondja, nem, hogy nem tudom. Nem, hanem amikor az én igazság érzetem sérül. Azzal, akkor... hogy azt mondja, hogy nem tudom, hát én nem értem, mi van benne. Akkor én eléggé hevesen tudok erre reagálni. Modellezzük igazán... le. Tök egyszerű. Engedd meg, hogy a nem tudom szintjén és csak úgy a férjed helyébe lépjek. Indíts. Tessék. Elfelejtette a hétvégén, hogy. Nekem program... mond. Igen, csak hogy az előző. Én vagyok mondom, az. Mit, mit felejtettem el? Hogy programunk lett volna együtt. Mondd És ő el inkább nekem. a haverjaival a biciklizés után sörözött. Egyes szám másodikba Jó. mond nekem. Tiszta pszichodráma. tessék. Hogy tudtad elfelejteni azt, hogy megbeszéltük, hogy, hogy elmegyünk sétálni a kutyákkal? Bocsánat, nem tudom. De hogy lehet az, hogy nem tudod? Tehát, hogy megbeszéltük, tehát hogy lehet az, hogy nem tudod? Nem tudom, hogy miért nem tudom. Na, és akkor nekem itt az akkor ott van fönt. Most akkor egy kicsit átbillen a mérleg, Igen. és akkor mondhatod azt, hogy drágám, ha te nem tudod, akkor én sem tudom. Ez az arc, ez már jobb. Visszakérdezed, illetve ő, akkor te mit nem tudsz? Nem tudom, hogy mikor lesz vacsora. Nem tudom, hogy mikor fogunk kitakarítani. Ez is jó. Akkor legyél társsal, nem tudom, van, hidd el, működik. Engem azzal vigasztalt, hogy nekem annak kéne örülnöm, hogy ő jól érezte magát. És hogy ez engem, akkor már tudunk valamit, az más? Hogy engem akkor boldogsága kéne ez eltöltsön. Akkor már neki vágya van, az már nem a nem tudom. És én úgy jöttem ma ide, hogy nem mondtam el, hogy hova megyek, és azt mondta, hogy kérdezhetem, hogy hova megyek, és mondtam, hogy teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy én jól érzem magam, és téged ez boldogsággal fog eltölteni. Na, ehhez kellett 22 év, hogy ha én boldog vagyok, te is boldog vagy. De a fordítottja is megvan szerintem, hogy ha te boldog vagy, én is boldog vagyok. Ennek is lennie kell. Viszont ha a férjed tudni merészel valamit, Igen. akkor neked rá kell kérdezned, hogy édesem, te eddig Konzekvensen, kitartóan és rendíthetetlenül azt mondod, hogy nem tudom. Most hirtelen mi változott? Most honnan tudod? Miből tudod? Nekem tudod, vagy csak magadnak tudod? Tessék játékosan fölfogni ezt a dolgot, mert hogyha az ember ilyen csőlátással ráfeszül a problémára, hogy már megint, akkor kész, akkor ilyen körbeforgás Igen. van. És, és ebből, ő... amikor így idegben van az ember, ebből hogy lehet kijönni? Hogy úgy, úgy vissza, úgy olyan kis nyugiban. Ehhez kell a marslakó nézőpont. Tehát hirtelen te egy mars lakó nézőpontjával ott vagy a befeszülésben, és ránézel magatokra. Uh -huh. Ő rá, és magadra. És a mars lakó azt mondja, hogy ezek a földlakók, ezek síkhülyék. <laughs> Tehát, hogy hogy lehet ennyire a saját hülyességünkhöz ragaszkodni, ez rejtély. Én... És, és, ilyenkor tényleg egy, egy egészséges humorérzéke azt lett mondani, hogy drága, én túlságosan szeretlek téged ahhoz, hogy vitatkozzam veled. Szerintem ez teljesen felesleges. Amikor gondolod, ihatunk egy csészet teát, addig én lélegzem. Ő így zárta az egészet. Mondom, hogy zenmester, csak néha gondosan titkolja. Jó, tehát megvan az eszközrendszer neki is, meg neked is, de ne haragudj, ahogy rád nézek, az a 22 év az nem telt rosszul. Nem, nem. Na, picit sem. Na, nem. ez az. Legközelebb vele együtt gyere, főleg, ha ezt meg fogja hallgatni. Mindig megmutatom, tudja... ha kérdezek, mindig megmutatom neki. De és ezt ő akarja? Az nem, nem szoktam megkérdezni. Csak, hogy üzenet van. Illik. Még 22 év után is illik. De ezt a részletet muszáj megmutatod neki, Jó. mert ez a róla, és így, így rólatok szól. De és igen. én név nélkül is üdvözlöm őt, a nem tudomban társamat. Jó. Ez nagyon fogja. fontos. Hidd el, én is rájöttem oda, hogy amikor így a bolhából egy nanoszekundum alatt elefáncsorda lesz, ismerős? Igaz, ez volt a a projekciók felezési ideje a leglassúbb a világon, mert így exponenciálisan emelkednek, így hirtelen nulláról százra, és nem tudod, hogy hogy történt. De... És ha nem tudom, az így kihúzza a csapszeget belőle, és így vége. Én ezt most nem tudom, nem gondolhatom tovább, mert nem tudom, meg... Az érzelmek is ilyen bonyolultak, nem nagyon foglalkozom velük. Na, ez a leválasztódásnak egy ilyen kicsit infantilisnak tűnő, de nagyon egészséges dolga, hogy előbb-utóbb látod, ez a más lakó, amit úgy mondtam, hogy teljesen érdekmentes, énmentes nézőpontban látod, hogy én, mint egy kis morzsa, 1 per 8 milliárd, férjem, mondott te, én, feleségem, mondom én, másik morzsa, egy per 8 milliárd hogyan tudunk egymással veszekedni? Mi módon? Mi történt? És ehhez mit szól a tejútrendszer 100 milliárd csillaga, és az összes bolygó, amely körülöttük kering? Elárulom semmit. Tehát, ha ezt az apróságot, ezt a totális kozmikus tréfát, ami az incifinciségünkből következik, felfognánk, sokkal fontosabb és nagyobb dolgokra fecsérelnénk az energiánkat. Például, hogy az együttélésünkből mi következik? Mi következik a csoport szintjén? Magyarul miért születtünk ide? Mi következik a család szintjén? Miért társultunk? Miért? Miért hoztunk létre a gyerekeket? Miért volt ez? Párkapcsolat? Még mindig szeretem? Hm. De már nem úgy, mint tavaly. Mi változott? És az egyén, de ennek a 70-80, néha 90 évnyi tápcsatornának, ennek a pszichofizikumnak, amire ráteszem ezt a pecsétet, hogy én, ez most miért? Ennek, ennek mi értelme van? Mi haszna van? És hogyha ezt fölteszed, és a másik is fölteszi, hidd el, ezek a kis énes apróságok, ezek nagyon gyorsan ki tudnak söprődni az elmébe akkor tényleg boldogok tudunk lenni. Köszönöm szépen. Szívesen. Vannak időszakok, amikor úgy érzem, hogy hogy te jó úton haladok, úgy, úgy valami, valaminek van értelme. Ki úgy, van téve a tábla, látom. Az... Ez egy jó út, és te Ez haladsz egy jó út, szajta. igen. igen. És általában ilyenkor van az, hogy az én férjem is így előjön, előrobban, ott nálunk ő robban, én pedig nem tudom, hogy De ő mi nem van. informatikus. Ő nem, Kicsit kocka, de nem, nem informatikus. És akkor így... így Kedves férfi tárcsaim, ez levételen, tehát itt, aki informatikus kosszemból száll, igen? Mert... És, és, ilyenkor mindig az a probléma, hogy... hogy hát én ott, ott, állok, hogy nem tudom, hogy mi van. Mert én, én úgy érzem, hogy én megteszek mindent, hogy, hogy fejlődjek, ezáltal mi is fejlődjünk a kapcsolatunk is hogy egy, egy, egy szeretettel harmonikus kapcsolat legyen. És akkor ő előrobban, szó szerint kijön belőle a... ami mi? Az állat. Nem, csak ő mindig ilyenkor felkapja a vizet, hogy, Kicsit hogy én kihagyom hasonlap, az, az beszélsz. Deszlek, gondolkodás, beszéd, érzelem és tettek csatornáira. Mi történik, amikor robban? Hát ő azt mondja, hogy ő, ő rám vár, de én nem értem, hogy hogy mivel kapcsolatban. Volt időpont rendezvú, vagy hason? nem, nem. Nem, 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 valahogy így megnyílva, vagy így ö, azt mondja, hogy én kihagyom, így a dolgokból, így a, a, az életünkből, vagy nem is tudom. Én úgy érzem, hogy nem, hanem pont azon dolgozom, hogy jó legyen, de, de ilyenkor így berobban, és én ott állok, így leforrázva, és nem tudom, hogy mi van. Jó. Rossz hírem van. Túl okos vagy. Köszönöm szépen. És a férjed helyett gondolkodsz. Mm. Nem engeded be a döntéseidbe. El, ő is ezt mondja. Közelkeleten egy birkát nem adnának érted. Hát ez jó hír végül is. Egy jó feleség, aki hagyja, hogy a férjek gondolkodjon, és ő pedig érzelmileg megteremti az otthont, a több ezer birka. Komolyra fordítva a szót, tessék letenni a nadrágot. ad vissza a férjednek. Nézd meg, hogy mi a dolgotok. Te nőként, feleségként tedd azt, ami csak a tiéd. Csak előbb-utóbb ő is azt teszi férfiként, ami az övé. De hölgyeim, egy párkapcsolatban és egy házasságban, ahol az otthonhoz a férfi már kötődik, mert különben nem lenne együttélés, olyan gyorsan el lehet venni a páros és páratlan szervek autonómiáját, hogy a férfi észre se veszi? Csak azt veszi észre, hogy a nőnemű lény, aki szeretete tárgya, az nanoszekundumok alatt megsértődik, hogyha nem úgy van, ahogy ő szeretné hogy ezeket azért kéne leállítani, ezeket a mechanizmusokat, mert a férfi is múlandó, és amennyire tökéletlen nem kéne kiírtani. Miért? Mert már az ő anyja is ezt csinálta az ő apjával. Ez egy beégett transzgenerációs karma. Ezt nem kéne elkövetni. És minden együttérzésem mellett azt kell mondanom, hogy rá kellene ébreszteni arra, hogy ő neki mi a dolga, csak azzal és csak úgy, hogy te nem csinálod helyette. Ez minden házasságban, minden párkapcsolatban téma. Főleg itt, a világnak ezen a fertáján, ahol identitásunkban elképesztően bizonytalanok vagyunk. Hogyan lehetnénk biztosak, hogyha ezek a társadalmi normák, hogy mi a helyes és mi a helytelen, ilyen 180 fokot tudnak fordulni 20-30 év alatt. Hogy ki a jó ember, ki a rossz ember. Ki mit engedhet meg magának, és ki mit nem engedhet meg magának. Mi az, ami egy családi kultúrában elfogadott, mi az, ami nem fogadott el. Mi az, ami a nő dolga, mi az, ami a férfi dolga. Ha ez ennyire nem stabil. Nézd meg az elmúlt száz évet, hogy mi történt itt. Mi történt itt. Minden volt, csak nem normalitás. Úgyhogy kell, hogy kéne egy társadalmi szerződés is. A britek a Magna -Karta alapján építették fel a társadalmukat. Elég jó munkát végeztek. Több mint 600 éve. Nálunk ez nincs. Ezért a családok se stabilak. Tehát olyan szerződést kéne, ami mondjuk a házasság kiterjesztett része, és ez nem írásos, és minden oldalon szignó, meg a végén pecsét, meg ügyvét, nem? De az, hogy te ki vagy a házasságban, és én ki. Nekem mi a dolgom, és neked mi a dolgod. Ha ez megy, nagyrészt kimondatlanul, de néha ki kell mondani, és meg kell beszélni, akkor egy csalhatatlan jele van ennek, hogy a gyerek az egészséges. Tehát az anya és az apa közti viszony közvetlen tükre az a gyerek állapota. Van gyerek? Még nincs. Terveztek? Igen. Akkor tessék dolgozni rajta, hogy legyen. Rajta leszünk. Helyes. Utolsó két kérdés, azt megyünk haza. A szülő-gyerek kapcsolatról volna kérdésem, hogy a szülőkkel hogyan rendezze a gyerek a kapcsolatát. Én nem ismerem az apámat, és az anyám nem is mondja meg, hogy ki az. És ezt Szóval 16-7 éves korom óta próbálom felkutatni, ezt sokszor sikerül elteni magamban, így lezárni, utána időről időre előjön bennem, és nagyon fáj, és olyankor zaklatom vele az anyámat, hogy de mondja meg, mondja meg. Van, amikor csak finomabban, van, amikor erősen, és nem tudom, hogy mi volna ennek a megoldása, hogy csak hagyjam rá, és felejtsem el az egészhetésnek utassam. Amikor te erre kérdezel, és az anyád nemleges leges ad, azt indokolja? Nem. Vagyis hát olyan indokokat kapok, hogy mi van, ha már neki is családja van, miért zaklatnám föl, meg eddig se keresek, okay. minek keresném. Okay. Hol laksz? Itt Kerepesen. Édesanyádnál? Ö, igen, de különálló módon egy telken, külön házban. Külön életet élünk teljesen. Ki főz rád? Magam. Ki mos rád? Én. Barátnőd van? Van. Ja. Ezek a Mama Hotel teszt kérdései, és elnézést kérek tőled, de muszáj föltennem ahhoz, hogy helyesen tudjak válaszolni neked. Mert a következő, ha ilyen független tudsz lenni anyutól, bár falszomszédok vagytok, akkor meg kéne tőle kérdezni, hogy anya, te valójában ki vagy. Ez fájni fog. És akkor megkérdezi, hogy fiam, miért kérdezed ezt? Azért, mert legalább az egyik szülőmet ismerjem meg rendesen, ha már nem hagyod a másikat. Az a probléma, hogy minden ilyesmit csak rám, hogy nem, ha egy pillanatra is elgondolkodik rajta, lezárja, elnyomja. Igen, és akkor mondhatod azt, hogy anya, te valójában egy falat építesz elém, és nem válaszolsz. Így hogy legyek a fiad? így egy idegen vagyok neked. El szeretnél idegeníteni? Ezt lehet csavarni még keményebbre is. És ezt végig kell vinni addig, amíg vagy üvöltés, vagy könny nem lesz belőle, tehát a yin vagy a yang szélsőség, és akkor meg kell kérdezni, hogy ki volt neked az apám, és mit tett, hogy te nem akarsz megismertetni vele engem ez nekem jogom van. De amíg meg nem törik, addig nem. Minden gyereknek joga van az apjához és az anyjához. Alanyi jogon. A születés jogán, a teremtéshez. Ők adták a testet, ő pedig a lelkével épp beletrafált. Mert ott volt dolga. Oda született. És ezt muszáj valahol végigjárni. Egész addig, amíg lehet, és egy párhuzamos folyamatot viszont, mivel önállóan élsz, fel kell tudnod építeni, ez pedig az apa figuráknak, vagy az apa szerepeknek az azonosítása a környezetben. Tehát az én apám akármennyire is fantasztikus ember volt és nagy hírű orvosprofesszor, transzcendensben teljesen zárt volt. Minden, ami vallás, minden, ami spiritualitás, az számára anatéma. Tehát nekem az apa figurám a szellemiségben, a transzcendensben, Szungszán mester volt, mert ő egészítette ki úgy, ahogy kellett. Ez volt egy híd, néha egy nagybátyám, aki lelkész volt, anyai nagybátyám. Tehát ebből a háromból állt össze az apa figura teljesség, az apai arhetipust, én így éltem meg, hogy amit az apámtól nem tudtam megkérdezni, azt megkérdeztem Béla bácsitól, vagy megkérdeztem később az emmestertől. Tehát az apai archetipus neked lehet, hogy több darabból kell megélned, több fő kell Nekem ehhez. Nekem apám van különben, és hét évesen tudtam meg, hogy nem az igazi apám, az volt hazudva, hogy az. De apa szerep, apa minta volt az életemben. Kicsit szomorú később a főnökeim által, láttam Nem példát, szomorú, de... fel kell nőni ilyenkor, a, a gyerek vagy a fiatal kapaszkodik a környezetének, az apa figuráiba, hogy emberek, mutassátok már meg, hogy hogy kell felnőni és felnőttnek lenni. És az a szomorú, hogy ez nagyon sok vérszerinti apában sem tudatos. Tehát elviszi a gyereket horgászni, de nem tanítja meg gondolkodni. Megtanítja járni, de nem mutatja meg az irányt, hogy merre menjen. Okossá akarja tenni, de az okozatiságot nem akarja megtanítani. Tehát néha vérszerinti apák is ott vannak a gyerek mellett évtizedekig, és nem teszik a dolgukat, mert ők maguk sem kapták ezt meg. Honnan tudnák? Tehát meg kell találni így a nevelő apa mellé azokat a férfiakat, akik helyes apai üzenetet adhatnak, de hát itt azért látván téged eléggé felnőttél. Tehát itt már csak részleteket tudsz megtudni ebből, vagy megkapni ebből. Én úgy érzem, hogy teljes életet élek, különben funkcionálok a, a életterületén, tehát dolgozok, el vagyok, élem a magam életét, csak mégis időről időre, fél év, egy évenként néha ez így előjön bennem, és nem, nem tudom, hogy, hogy lehet, hogy csak pusztán ennyi volna a megoldás, hogy rá kéne hagyni, el kéne felejteni, és nem foglalkozni ezzel. Nem. Ezt nem fogod tudni belső öncsonkítás nélkül megtenni. Egy kérdés feléd ma az utolsó. Amikor anyád azt mondja, hogy nem erre, amit szeretné a apáddal kapcsolatban, az mennyire fáj belül? Nem tudom hova tenni. Meghökkent. Nem értem ezt a nagy Érzésben mit vált ki belőled? Hát, mintha anyám lökne el magától ezzel, hogy kizárna a... És ez milyen érzés, életünkben? amikor anyád rossz, ellök magától? Rossz, rossz. Jó, akkor ember vagy, szerencsére. Nem tett közömbössé, érzéketlenné és embertelenné ez a helyzet, ez a kapcsolat. Tehát, mivel tud fájdalmat kiváltani belőled ez, ezért ebben az életben, ha van rá egyébként fizikai lehetőség, találkozni fogsz vele. Mert a tudatod nem tett le róla. Mert tudsz fájni, tudsz akarni, tudsz kérdezni. Ezt a fájdalmat el kell tudni viselni. Ezt tesz felnőtté. És előbb-utóbb szembe fog jönni veled, mert minden karma körpályán mozog. Ha a körpályát megfigyeljük, és az ismétlődését megfelelően szabályozunk, akkor egy tengely mellett megy szépen fölfelé, mint a spirál. Ha nem, ha elhanyagoljuk, akkor lefelé húz. Ezek az ismétlődések. Minden nap, minden év, minden születés, minden fordulat. Úgyhogy, amíg ez el nem hal benned, akár úgy, hogy elfelejted, akár úgy, hogy közömbössé válsz, addig van esély arra, hogy apád egyszer csak megjelenik, szembe jön, levél, telefon, fél, mi, szociális média, bárhol. De ez az ő dolga is. Ha ő nem akarja, semmi módon, és mindenképpen lezár, akkor ezt tudomásul kell venni, mert hát azért most hány éve volt rá, hogy megtaláljon? 30. 30. Látod? És nem akarta. És anyád azért nem akarja ezt megnyitni, szerintem az egész Pandora szelencében benne van mindaz a trauma, amit az apától kapott. És nem akar vele szembenézni. És neked azért kell ezt belül ébren tartani, hogy benned a szembenézés vágya meglegyen, hogy még így ismeretlenül se válj vérszerinti apát következményévé, és ne ismételd meg a karmáját. Nem az a baj, hogy ezt elszenvedjük a szüleinktől, az a baj, hogy megismételjük. Ez a transgenerációs karma kényszerű azonosulása. Tessék erre nagyon figyelni. Köszönöm. Köszön. Szívesen. Hölgyeim és Uraim! Remélem, hogy mindannyian a felébredés, a fejlődés és a segítség útját tudjuk járni azáltal, hogy átkelünk a dualitás kapuján és a nem dualisztikus, nem gondolkodó, a nem tudom állapotába belépünk. Ezáltal letisztul eredeti tudatunk, mint a tér, mint a tükör, amelyben tisztán látunk, és nem tükör által homályosan hanem színről színre. Köszönöm a figyelmet!